Műsorunk további részében beszélgetést láthatnak a TT Ihász László hentessel. A húsfeldolgozó szakember évtizedek óta végzi sikeresen szakmáját. A városban ismerik, megbecsülik és számtalan esetben kértek tőle segítséget. Ihász László Pápán szerezte meg a szakmai végzettségét. Részt vett a híres amerikai sonka gyártásába, amit az Egyesült Államok hadseregének készítettek. Hát a pápai húsipar az ország első húsüzeme volt, a leghíresebb. Hát ő itt dolgoztak, itt kezdték meg az amerikai sonkagyártást. Az ország összes húsipar, aki erre ráállt, ezekre a dolgokra, azok mind miskolciak, kapuváriak, azok fél évenként idejöttek tanulni pápára, és itt tanulták meg ők is az amerikai sonkagyártásnak az alapjait. Hát akik azért itt végeztek, diákok, elvégezték azért, megállták a helyüket a húsiparba, mert bárhova kerültek azért mindenhol olyan szintet tudtak adni, hogy hát jól az első sorokba álltak. Bárhova elmentek dolgozni, a jó képzést kaptak a pápai diákok, húsos diákok. És mi volt ennek a sonkának a különlegessége, ami aztán el is jutott Amerikába? Hát ez egy tartós élelmiszer, amit az amerikai hadsereg, ugye a háborúzott, bárhova mentek, ezt tudták vinni, mert ez egy tartós élelem volt, egy hosszú határidős, és ez ellátta élelemmel a amerikai hadsereget, ez a pápai húsüzem. És ez tehát csomagolásban volt, vagy? Hát ilyen doboz meg voltak, ilyen librás méretek voltak, megadva voltak 2 kilóstól 12 kilósig, tehát többféle méretű dobozba gyártották ezt a finomságot. És azt lehet tudni, hogy milyen mennyiségben gyártották, ez akár napi vagy havi szinten? Hát ez éveken keresztül ment. Én 71-ben megkezdtem a munkámat pápán, hát a sonkásba dolgoztam, darabbérbe dolgoztunk, egy jó munka lehetőség volt az akkori fiataloknak, mert hát akkor, ha úgy visszagondolok, abban az időben 12-15 forintos órabérek voltak. Hát mi annál sokkal többet kerestünk, mert ugye egyéni normát csináltunk, ki amennyit teljesített, annyit kifizettek. Hát megmondom őszintén, hogy akkor abban az időben vetekedett a mi pénzünk, akik a sonkásban dolgoztak, meg igyekeztek, hát a bányászok fizetésével. 8-10 forintos fizetés volt 71-től, úgy 76-ig ilyen, mert 76-ban jöttem ezt a pápáról, a áfészhöz. Mit lehet abból akkor vásárolni, hogy össze tudjuk hasonlítani, hogy mennyi volt akkor 10.000 forint? Hát akkor nagyon jó értéke volt, ha megnézzük, hogy akkor a kenyeret adták 3,60-ért. Igen, a tejet is, egy liter tej akkor is 3,60 körül volt, a cukor is 4 forint körül volt, és nagyon sok embert érintett, ugye, 4 forint volt egy doboz szimfónia. Ugye, aki cigarettázott, az 4 forint, 4,50-ért tudott venni egy doboz szimfóniát. Most ezt 1000 forint körül vannak a cigarettázók. Nem tudom, milyen cigik vannak, már nem cigarettázók, de ilyen szinteket kell elképzelni, hogy akkor mennyi volt, és most mennyi lett. És abból jól meg lehetett élni akkor is. Hát igen, hát akkor nagyon jó fizetésnek számított az 8-10 forintos, mert ugye, ha visszagondolok, akkor a 3-4 forintos átlagban, ahol az emberek dolgoztak üzemekbe, 3-4 forintokat kerestek, akkor 73-75 körül, ahhoz, amilyen ki nagyon jó tehát volt. Egy háromszoros tehát egy nagyon jó megélhetést adott az a pápai húsüzem, aki hát oda tudott kerülni a sonkásba, amerikai sonkagyártást végzett, azt nagyon jól. És ez megfizették. Hát, én 76-ban eljöttem onnét, még sokáig csinálták a sonkát, aztán már. És jól fizettek pápán, akkor miért jött haza? Hát, ugye a pápai világ vagy letelepedett oda a fiatal, voltak közöttünk, akik tétiek ott maradtak pápán. Hát engem hazahúzott a szívem, nem tudtam elhagyni a kis falunkat, ugye akkor még csak falu volt itt, és hát
75-ben megnősültem, és 76-ban meg akkor a feleségem Elvira is itt a központban dolgozott, az Áfész központban, és én is eljöttem az Áfészhöz dolgozni. Hát ez nem volt egy hosszú idő, mert 77 végén meg be kellett vonulnunk katonának. És ugye 2 éves katonaság, mire visszajöttem, akkor már a Áfészt egyesítették a győri Áfésszel, és akkor bekerültünk Győrbe, az Zabdai húsüzembe, tetszett járni arra repülőnél, amikor paprikás csáda volt ott, és utána oda lett egy húsüzem csinálva. Hát ott dolgoztam abban a húsüzembe én, Abdán, ha mindegyiket beleszámítom, 26 évet ott aztán folyamatosan ledolgoztam. És milyen volt az Abdai gyár a pápaihoz képest? Hát úgy színvol arra teljesen. Ugye ez hazai kis termelés volt, ami ellátta Áfész üzleteket hússal, de nagyon jó minőségi hússal láttuk el a húsüzemeket. Hát megmondom őszintén, hogy most a húsokat nem kapnak a üzletek, mint amit akkor onnét kihordtak a üzletekbe. És mi ennek az oka? Hát, ugye Magyarországon teljesen tönkretették a húsipart. Szinte nincs is húsipar. Vágnak egy-két helyen, nem munkálják meg a disznót. Már nem is vágnak már csak bőrös disznókat vágnak, amit lehúznak, nem tőkedisznót. Tőkedisznó alatt azt kell érteni, vágóba lehúzzák a szalonnáját, bekerül a hűtőbe, egy komoly hűtést kell adni a húsnak, ugye, mert van egy érési folyamat, amit teljesavas érési folyamatnak nevezzük, meg hát a húsos szakmáv így nevezik, ha az nem tud végbe menni, nem tud megstájfolni a hús, akkor eldobja a vizet, tehát nem köti meg a vizet, és elmegy a víz belőle. Tehát ez nagy hátulütője a boltoknál, hogy nem ilyen tőkedisznók a húsokat kapnak, hanem bőrös vágottakat. Más az ízvilága ilyenkor? Hát a minőség, nagyon komoly minőségromlás az, tehát nem tartsa meg a benne lévő vízanyagokat, eldobja, nem tudja megkötni, a teljesavas érési folyamat nem tud végbe menni. Ugye nem tudják azt a jószágot beakasztva a hűtőbe, akkor a hűtés nem tudnak produkálni, hogy az a érési folyamat végbe menjen. És az, ha nem megy végbe egy bizonyos időn belül, akkor az a hús nem köti meg a vizet, tehát eldobja a vizet. És már a húsnak nem az a minőség. Folyik, vizes, mindenhol. De azok sokkal szebbek voltak, sokkal jobb minőségi húsok voltak. Meg már ez a nagy baj, hogy nem nagyon van Magyarországon se disznó, se marhahús. És úgy, hát a német, osztrák, dán, holland marha megy a nagy áruházokba is már 20 éve. És ugye lehetett hallani, ezt korábban beszélték vezető politikusok is, hogy ezek a húsok, amik beérkeznek Magyarországra, ezek már ott több hónapon át hűtés alatt voltak, és úgy kerülnek idebe, tehát nem mondhatjuk friss húsnak. Hát a friss húst úgy lehet elképzelni, mikor mi vágtunk ugye Abdán disznót, akkor bekerült a hűtőbe, egy 8 órás hűtést kapott. Az kötelező volt, 8 órás hűtés, csak úgy kerülhetett ki a üzletekbe, tehát egy 8 órás hűtés, tehát az egy tökéletes friss húst jelentett. De most tessék elképzelni, hogy Dániából, Hollandiából, Németországból, vagy Osztrákoktól mire elhozzák, ott hány napot állt a hűtőbe? Áthozták. Akkor itt megint hűtőzték, akkor onnét megint állt valamennyit, megint ki a boltokba. Tehát egy nagyon komoly időhatár van, ami már nem azt mutatja. Tehát fagyasztani kell azt a terméket. Hát fagyasztottat nem hozhatnak, mert tehát a fagyasztott hús az másképp jelentkezik. Tehát azt nem lehet ki a üzletbe, azt nem tehetik ki a fagyasztott húst. Egy nagyon komoly előhűtést kap, ami állja addig a sarat, hogy ne legyen,
ne legyen problémája, baja a dolognak, de ugye az, ott már több nap eltellik, mire a frissről beszélnénk. Mire, amit én mondtam, amit itt vágtunk, hogy tehát akkor az másnap már kikerült a boltokba, de innét, ami jön, azt így nem tudják. Nem tudják ilyen rövid időtartamon belül a boltokba eljuttatni. Ön tehát... szakember, mennyire általános ez a dolog, hiszen a nagy bevásárlóközpontokba járnak az emberek, hát túlnyomó többsége, de most már ugye vannak kisebb hentes üzletek, családi hentes üzletek, ahol ugye friss tőkehúst lehet kapni például, vagy frissen vágott csertésnek a húsát lehet megvenni. De úgy tűnik, akkor a magyar lakosság nagy része azt fogyasztja, ami a nagy bevásárlóközpontokba kerül a húspultokra. Hát igen, azt. És hát ön úgy látja, mi az oka annak, hogy eltűnt Magyarországról a sertés? Hát ugye valamikor 10 millió volt körülbelül, most meg azt mondják, talán 3 millió van. Igen, hát emlékszek rá, amikor számlálás volt 78 körül, vagy mikor emlegették, hogy akkora sertésállomány van az országban, hogy szinte eltarthatatlan. Tehát annyi volt. És egy idő után, hát mikor... Ez a rendszerváltás? 20 pár éve, igen, igen. 20, mikor megkezdődött, akkor aztán nagyon kezdett letörni ez a dolog. De beszélgettek erről? Ez hát, lehetett politikai alkú része, hát, vagy csak az élet hozta? Hát inkább tudatosan művelődött ez a dolog. Ugye nem vették meg a szegény gazdáktól a jószágot, mert itt nagyon sok ember volt, aki szeretett vele foglalkozni. Tehát így háztáji gazdaságban is nagyon sokan foglalkoztak a disznókkal, főleg a rába közben, ha arra mindig lehetett ilyen dolgokat venni. Hát és ugye visszagondolunk rá, akár a Csorna környéki településekre, hát szinte mindenhol volt igen. sertéstartás, sőt, nagyon sok helyen 3-4 anyadisznó volt, akár 100-200 darab hizósertés, és ez igen. volt a második, harmadik lába a családnak. Tehát igen. ezzel igen. tudták megvenni a tüzelőt, építkezni tudtak, ez egy nagyon jó bevétel. Igen, volt. Igen. Hát Rába köz az híres volt erről, hogy rengeteg ilyen jószágot tartottak, amellett ugye mást is termeltek még, és hát ennek az volt a hátulütője, amikor az a jó ember megnevelte a jószágot, elérte azt a súlyhatárt, ugye 130-135 kilót, hogy na el kellene vinni a jószágot tőle, nem vitték el. Volt, mikor heteket, egy hónapokat ott maradt nála. És mire... helyette akkor honnét hoztak sertés, hiszen azért közben bevett az ország. Hát igen, igen. És hát sajnos... Külföldről került be? Hát úgy néz ki, hogy onnét pótolhatták. És mikor eljátszották ezt többször a gazdával, hogy nem viszik el a disznóját, képzelj el, hogy az a jószág, mikor oda fölnevelkedett, hogy az mennyi takarmányt elfogyasztott. Igen, ám de a gazdának az nem hasznot hozott, veszteséget. Mert... ha már a súlyhatárt elkerülte a jószág, akkor már a pénzbe is kevesebbet kapott, és egy nagyon nagy mennyiségű elemorzsiát, tápot meg kellett vele etetni. Tehát nagy veszteségek voltak, és szépen így lassan leállították a szegény embereket a disznóhizlarás kedvről. Tehát látta ő is, ha ő ezt csinálja, akkor őt tönkre teszik ezzel. Akkor ő földön, és abba kellett hagyni az embereknek. Ön említette, hogy Abdán nagyon sokáig dolgozott. Onnét hova ment? Hiszen ott is, utána is történt egy váltás az életében. Hát igen, Áfész volt Abdán, igen, utána Kajzer lett, és ja, 26 éves időtartam után onnét elkerültem. Nürnbergbe dolgoztam egy évet. Tehát ön is kiment. Igen. Mind ahogy a nagyon sok hentes igen, kiment. Igen. Meg most is, jelenleg is hát, sok magyar van Németországban, Ausztriában. Igen. Hát akkor nem voltam fiatal, na, megpróbálom. És ismertem egy céget, ami így kiviszi az embereket a külföldre dolgozni. Aztán én is megpróbáltam, hát sikerült, és oda kimentem Nürnbergbe. És miért csak egy évet? Hiszen például a saját rokonságomban van a unokatestvér, aki mindegy 10-12 éve már kint van Németországban. Igen, igen. Munkatársaim is, pár volt munkatárs, aki kint dolgozott, ők is húzamos időt lenyomtak, de voltak helyek, ahol érdemes volt maradni, voltak, ahol nem.
Például én is, ahol voltam, a 16 óra az szinte mindennapos volt. Tehát 16 órát kellett dolgozni. Egy rossz céghöz szerződtem, aki dupla időt dolgoztatott, több mint fele pénzt lenyúlta ő, és a többit megadta a dolgozónak. Tehát ők ki tudták azt használni, főleg az alföldi részekről, Pécs környékéről. Ezt megtehették Németországban? Ahol? Tehát, ott azért a munkavállalók jogait jobban védik, mint Magyarországon. Hát a német munkavállalókét igen. Uh-huh. De a magyar munkavállalóét, hát most mit elmondom, hogy történt. Ugye ott van ellenőrzés Németországban. De hát ők be is tartsák. A német munkás 8 órát dolgozik, szigorú szünetekkel betartva. Tehát 2 óránként szigorú szünetekre ki kellett menni mindenkinek, aki ott dolgozott. És úgy vissza, végezte a folyamatot, és mikor elérkezett az idő, akkor megint kimenni, pihenni egyet, és úgy vissza. Hát az úgy történt, mikor jött az ellenőrzés, akkor magyar munkást ki kellett menni a bizonyos helyre, ahol tartózkodtunk, és mikor elmentek ezek az ellenőrök, akkor mehetünk vissza, aztán dolgoztunk tovább. Tehát 16 órákat nyomtunk mi, nem a 8-at. Még a 12-14-be bele is egyezett volna az ember, de ez a 16 az nagyon kemény volt. Ha már akkor nem fiatal voltam, akkor is már legöregebb voltam közöttük. De úgy eldolgoztam velük. És amikor hazajött, akkor hova került, hol folytatta? És hazajöttem, akkor metróba kerültem, ide az áruházba, ott dolgoztam 5 évet, ott megszűnt a húspult aztán egy időre, aztán hát akkor utána néztem ennek a másik helynek, akkor építették az árkádot az Interspárnál, és oda jelentkeztem, és fölvettek, azóta ott dolgozok. És ilyenkor minek köszönheti akár azt, hogy foglalkoztatják önt, hiszen azt is lehet hallani a mai világban, hogy 50 év felett már nagyon nehéz elhelyezkedni, de úgy tűnik, a jó szakemberre mindig szükség van. Hát igen, kevés jó szakember van. Ugye megszűnt, már szakember képzés sincsen. Nincs. Tehát ön a teljes munkafolyamatot el tudja látni, érti is, tehát le is tudja vágni a disznót, tehát sok mindent meg tud tenni, amit ma már lehet a fiatalok nem biztos, hogy átlátnak. Kevesen tudják. Én, ha megnézek egy húst, ami előkerül elém, én azt, ha megnézem, én arról nagyon sok mindent el tudok mondani, a vágástól kezdve az egész folyamatot, hogy mi nem stimmel, mi maradt ki, mi csúszott ki ott a dologba, milyen technológiai hiányosságai vannak ennek a dolognak. Tehát nagy bevásárlóközpontról van szó. A jó szakember véleményét elfogadhatják, vagy elfogadják akár a beérkező húsok minőségéről, a pultra kerülő húsok minőségéről, hiszen ön ezt több ezer embernek adja aztán tovább, úgy, ahol dolgozik. Igen. Hát, mint szakember elfogadnak már a vevők is, mert hát a múltban, hát egy-két hónapja történt, lehetséges, hogy az úr hallott róla, hogy vásárlók által díjazott dolgot, ami 56 eladó volt jelen abba a versenybe, és egy hónapon keresztül ment, úgy lehetett szavazni. Második helyzet lettem a versenyen. Tehát kedvelik önt a vásárlók. Igen, egy Tesco-s hölgy lett az első, és én a Interspárról én lettem második, és egy kínai srác a Rabónában dolgozik, egy aranyos, kedves fiatalember, ő meg a harmadik lett ezen a választáson, úgyhogy... Ez a munka, amit ön teljesít ugye nap mint nap, hát azért egy egész embert kíván, de van önnek egy nagyon jó hobbija, az szinte azt lehet mondani, hogy az életének a része a vadászat. Hát mióta vadászik? Ezt azért mondjuk el a nézőknek, hogy ez mióta része az életének. Hát ez a dolog, ha úgy megérinti az embert, ez a kintlét, szeret kint,
szeret állatokat megfigyelni, nézegetni. Hát én is így fokozatosan kerültem bele a vadászatba. Szerettem volna előbb is, de nem mindig lehetett úgy, hiába lett volna esetleg pénz az embernek beállni, de nem sikerült úgy beállni, hát úgy 30 éve intenzív így vadászott, ami van az életemben. És hol vadászik? Hát Tét környékén vadászunk, kisfaludi vadász társaságnál itt vagyok vadásztag, és itt. Milyen a vadállomány itt Tét környékén? Mivel találkoznak a kimennek? Hát vegyes vadas állományunk van nekünk, ami azt jelenti, hogy apró vadas, fácán, nyúl, előfordul a nagyvad, a szarvas, gimszarvas, és a őzek, amik így nagyon jól alkalmazkodtak ehhez a növénytermesztési kultúrához. Nagyon sok erdőség van, és már el tudnak télen is bújni ezek a jószágok az erdőkbe. Mi a szerepe a vadászoknak, hiszen van egy tévhit, vagy sokan eltévesztik, hogy igazából miért. Nem csak kettelésből és csak azért mennek ki, mert jó érzik magukat, lőnek, illetve kilőnek pár állatot, és akkor hazamennek, bemutatják a terítéket, ugye ezt szoktuk látni. Hát azért ennél összetettebb és bonyolultabb a történet, tehát miért van szükség a vadászokra? Igen. Ezt rosszul gondolják a vadászokról, hogy azok csak állandóan lövöldöznek. Az a legritkább része a vadászatnak a lövöldözés. Mint ahogy Széchenyi Zsigmond is mondta, a vadászat erdőzúgás, és közben vadászat, de legtöbb erdőzúgás. Tehát a lövés az a legritkábban adatik meg, mert túl kell járni annak a vadnak az eszén egyszer, és a vadakat selejtezni kell. Tehát mindig vannak az állomány között olyan egyedek, amik tovább tenyésztésre nem alkalmasak. Na hát a vadászoknak ez a célja, ezeket az egyedeket elejteni, ezeket kivenni az állományból, mert ha egy húzamos ideig ez az állományban bennmarad, az tönkreteszi a vadállománynak a minőségét. Tehát fokozatosan elveszne a vadállományban az a genetika, ami a mindig szebb, mindig erősebb fajtát viszi előre. Tehát és azért kell ezeket az egyedeket kiselejtezni belőle. Önnek mi volt a legnagyobb vadász élménye, vagy amit kilőtt? Hiszen azért itt körbenézek a falon, hát látok elég sok trófeát ebből. Azért lehet választani, gondolom mindegyikhez fűződik egy-egy vadász élmény. Hát igen. Hát kis vaddisznó is. A vaddisznók azok nagyon meg szokták dobogtatni a szívemet, ha őket úgy mindig szerettem vadászni a vaddisznóra. És nagyon, miért? Hát ő is nagyon okos jószág. El se hiszik róla, akik nem ismerik. Kiváló a szimata a vaddisznónak, ugye azt tudni kell róla. A látása nem jó, kimondottan nem jó. A hallása se a legjobb. De az óra az csodálatos, az jelzi azonnal, ha megérzi az ember szagát. Tehát nagyon ki kell tudni választani a szélmozgást, hogy na, hogy üljön a lesre az ember, honnét szeretné várni a vaddisznót, mert ha a szél őfele fúj az emberről őfele, akkor ott üldögölhet heteken keresztül az ember, a vaddisznó az nem megy oda. De ő még akkor is olyan csalafinta, hogy ahol üldögél az ember, sokszor körbejárja azt a részt, és csak utána néz oda a szóróra, megérzi az ember szagát, és nem jön oda. Tehát nagyon-nagyon el kell találni azt a légmozgás széljárást, hogy találkozni lehessen a disznóval. És ehhez fűződik olyan élmény, amit megosztott itt van a családtagokkal, vadásztársakkal? Igen, ott azt a felső, például azt a felső kanomat, kinnődögelek, hát jó, hideg volt, deres volt, tiszta fehér volt minden. Aztán kukorica tarró volt a nyárfeles jobb oldalánál, mondom, hát ha jön rá a disznó, azt sikerül majd valamit fogni belőle. Hát üldögettem, már kezdtem fázni. Hát mondom, nem jön semmi. Körülnézek távcsővel. Hát egyszer csak látom az országot felé, mondom, lehet, hogy egy kutya szalad arra az érparton.
mert messze volt tőlem, és akkor nem láttam még annyira jól. Ez közeledett. Mondom, hát ez egy disznó. Disznó lesz. Aztán mondom, hát jó, végig jön majd ott szépen a takarásba, a zárokparton, és rájön majd a kukoricatarróra, ráérek majd vele foglalkozni. Hát, jön a jószág, látom, már szép kis kan. Eléri a kukorica alsó sarkát. Igen, ám, de hogy mit érzett meg? Egyszer csak elkezdett, nem ment rá tarról, elkezdett fölfele szaladni az erdőnek. Egy behatárolt részen tudtam csak rálőni, mert ugye utána már nem láttam. Fölállok hamar. Mondom, mindegy, rá kell lőnöm, mert még pár métert szalad, már nem is lőhetek rá. Fölálltam, megcéloztam, zúgy, kicsit előjelöltem, de karikára gurult mind a nyúl csodálatos. Hát jó, biztos véletlenszerű találat volt. Körülbelül hány méterre lehetett? Hát a métert aztán a fiam le is lépte, mert jött. Mit lőti, apu? Hát mondom, lőttem egy rókát, lőti? Nem, mondom, lőttem egy disznót. Hol van? Arra megszik. Megnézte, hogy tényleg, azt mondja. Hát lelépte a Zsolti, 176 lépésű lőtem el futtába azt a gyarmati kiskant. Azért, hogy... is egy különleges élmény. Igen, az egy szép emlék, így futtába jellőni. Hát jó, szerencse kellett hozzája. De volt már ilyen szerencsém, de ez is egy szerencsének tudtam be, hogy azért szerencsém volt hozzá, véletlenszerű szerencse, hogy meg tudtam lőni. Ugyan említett, hogy 1975-ben nősült meg, hát igen. Akkor a beszélgetésünknek ezen a részén néhány szót ejtsünk a családról is, hiszen önnek azért ott kellett, hogy legyen a felesége segítségként az elmúlt évtizedekben, ugye közös gyermekeket vállaltak, unokák igen. Vannak, tehát egy nagyon szép családjuk lett az elmúlt időszakban. Néhány szóban erről. Igen, 75-ben nősültem, és 76-ban szeptember 12-én megszületett Zsolt nevű fiunk, aki hát itt téten óvodába, iskolába járt, és téti iskoláját elvégezte, akkor bekerült Győrbe, Szent Györgyi Albert lett, de akkor Mayer Lajos ott végzett vízügyi technikumot, és akkor elhelyezkedett dolgozni, és munka mellett még elvégezte a környezetgazdálkodási agrármérnökit Szarvason, és mikor végzette be agrár, még akkor nem is végzett, de ilyen féléves vizsgákat kellett tenni erdőgazdaságból is, ugye környezetgazdás agrármérnökibe, és akkor én bevittem a vadásztársaságba, akkor nem kellett ő neki már vizsgázni, mert középfokú vizsgája akkor már vadászatból megvolt, és úgy bevittem oda, és akkor ebbe a környezetgazdálkodási munkába dolgozott 15 éven keresztül a Zsolti, és hát még ott is azért tanult, mert ez a vadászat nagyon vonzotta. Azt mondta, hogy elmegy Hódmezővásárhelyen, elvégzi ő a felsőfokú vadgazda üzemmérnökit. És hát ügyes volt, mert munka mellett elvégezte ezt a iskolát is. És már 3 éve abba hagyta ezt a környezet munkát, mert az országot járt, a sokfele ilyen környezettisztítással foglalkoztak, de sokfele az országba kellett neki mozogni. Aztán mondta, hogy hazajön. Akkor volt egy lehetőség itt a Pannonvíznél, és akkor oda jött ilyen műszaki vezető a győri Pannonvíznél. És ott hány unoka van? Hát két gyönyörű unokám van, a Nóra, az 6. osztályos, a Gergő az pedig 3. osztályos. Van lánya is? Van egy lányom, a Viola lányom, ő 82. április 26-án született, a kis Violám,
és hát ő is itt végezte iskoláit Téten. Jó tanuló volt, hála Istennek ő is, és bekerült a Kródi gimnáziumba. Ott elvégezte a gimnáziumot, Kródival is jó alapokat adtak, és onnét ment a főiskolára. Ott elvégezte a közlekedésmérnökit végezte, szállítmányozási szakon ezt végezte. Utána elhelyezkedett a erdőgazdaságnál, és még a erdőgazdaságnál csinált egy számvitelit, és utána meg elvégezte a mérleképes könyvelőit. És hála Istennek jó kis munkája van, de a Kisalföld erdőgazdaságnál ilyen műszaki előadó. És ott van már unoka? Ott dolgozik, csodálatos két unokám van ott is. Hát a Eszter az másodikas, a Nimród az meg elsős. Hoppá, de... itt van egy név. Igen. A vadászathoz is köthető. Igen, hát a Nimród az nagyon élvezi, meg a Gergő is, mert kiültünk Lesre velük, hát csak azért, hogy nézelődjünk, de nagyon érdekli őket, nagyon szerették a dolgokat, amit megmutogattam nekik. Ma ismernek minden nyomot, őz, szarvas, disznó nyomot megismerik már, úgyhogy mesélik az anyukának mindig, hogy mit láttunk, mit mutatott nekik a papa. Ki szoktunk menni a kutyusommal, azt is nagyon imádják a sacit, magyar vizsláim szoktak lenni. Ő, hát annyira szeretik, hogy csoda, közben főhajtott egy nyuszit, vagy fácánt felugrasztott, hát ő nekik nagyon tetszett ez a dolog. Hát így meg lehet kedveltetni a gyerekekkel is ezt a kinti világot, mert a fiammal is így kedveltettem, meg Zsoltal. Még kisgyerek volt, még ült a nyakam körött, mikor kivittem, azt mutattam neki, róka, fácán, csodálatos, hallgatta, szerette, és így őt is megkapta ez a kinti világ, és úgy lett ő is ilyen szenvedélyes vadász a fiam is. Tehát az unokákat is így lehet ilyen indítatásba belevinni ebbe a dologba. És a párja felesége, akivel ugye ezt az elmúlt évtizedeket végigküzdötték? Hát igen, sokat küzdöttünk, nagyon ügyes a feleségem. Roppant szorgalmas, ügyes asszonyság. Hogy hívják? Csak felnézhetek rá. Hát Salamon Elvira, a lánykori neve, Téti lány volt ő is. Ő is az erdészetnél dolgozott, erdészet központba könyvelésen ott dolgozott, de én már 2 éve nyugdíjas. 41 éves munkaviszony után elment nyugdíjba, ő már itthon dolgozik. Hát ezt a dolgot hát csak így ővele tudtuk elérni közösen, nagyon sok szorgalommal. Bődület és sok szorgalom volt ő benne is. Sokszor csodáltam is, hogy bírja. Elég sokat szoktunk dolgozni. Erdészeti munkákban is csemetét neveltünk, hát 20 éven keresztül akácot, tölgyet, fenyőt, fekete diót, de hát elég sok ilyen fát neveltünk, csemetét, amit aztán eladtuk, amit kiültettek. Tehát lesz az életben olyan dolog, ahol majd írják, mert csemetekertnek volt nyilvánítva a kertünk is, ahol sokáig a tölgyesekben, majd 100 évekig oda lesz írva, termelte Ihász László. Tehát sokáig viszik majd a nevemet, mire azok a tölgyek megnőnek. Mert ugye ez az hosszú tenyész idei, a tölgy is, meg a fenyő is 120-tól 160 éves tenyész idei fák ezek. Tehát... A beszélgetésből azért látszik, hogy ön egy elégedett ember, tehát elérte akár szakmában is azokat a sikereket, ami embert elégedetté tehet, illetve a családjában is. Illetve van egy olyan hobbi a keftelése, amit a gyermeke, és ne talán támad az unokák is fognak majd mívelni. Hát nagyon örülnék neki az unokáim. Örülnék neki. Köszönöm is, hát jó egészséget, meg sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen, köszönöm.